közül. Hát szana szétmennek. Nem maradnak egy kupacba. Ugye, hogy most nem játszanak olyan erőfeszítésre? Na, jó van egyelőre, ebből elég volt. Majd, ha lesz valami jobb, akkor majd... Akkor majd meg lesz. Na, gyere közelebb te. Gyere közelebb. Gyere ide. Szevasz. Szevasz. Ja. Ugye, milyen drágák, hogy kívül. Háó. Szevasz. Na, csekedet, amit tudod, mozgat, béken. Majd ő mindjárt hamadok. Akkor nem érgesítem őket. Nem érgesíts be őket. Még valamikor elrakják egymást torkázni. Megfogják. Na jó. Ugye a legyen az ujjabb. Gyarágó a műzik. Hapci. Egyelőre elég volt. Na? Hagyja jönnek vissza a gyerek. Alice, gyere csak. Menjél. Így van, gyere. Gyere, gyorsan ide. Gyere. Gyere, gyorsan. Nem azért készültem, így mert jöttök, nem értük félre semmit, én itt beedéken, akkor formában voltunk Pesten, jöttünk, mentünk. Semmi most, csak az anyja nem engedte, hogy szopjon neki, erre elkezdett marogni, közben agyalt esett. Figyeld be, hogy tűz, ne, Vitorka, ne engedj. Engedj már el, hagyd szaladgáljon az anyja után. Hát abban voltunk, pillanatban. Utána összeszedtük magunkat, fölöltöztünk és berendtünk a városba. És tényleg most nem érdekel. Tényleg, hát Nacinak készítettem nektek is, hát nagyon képzeled el. De nem kérünk, esküszöm, nem bírok egy falat. Na jó, lehet, hogy később aranyos vagy. Ez meg itt lelegeli a zognimat. Nem, hát ő is ebédelt rendesen. Na. Te nem készlátod húsit? Biztos? Annyit, nincs valami tejci vagy valami? De van. Meg kéne tettem a picit. Meg tejbegríz. Na akkor tejbegríz hozzá meg. Hagyj egyenek itt a... Na szoknád a pincurka, Alice, hagyjad már, szopjanak egy kicsit. Nem, most már nem engedj. Nem engedi őket? Abszolút nem engedi őket? Nem. Bemegy és... Egy nap mondjuk kétszer. Egy gomb nem is. De hogy nem. Nem egy, nap, kétszer, nem egy nap kétszer, kicsim. Hoppá! Figyelj be, mindjárt. Ma csak kétszer, hogy hozz, bizony. Én nem háromszor reggel, délben meg este. Igen, a pillanat ez. Béve, bizony, igen, föl lesz a béve. Oda néz a kamerába, oda. Oda néz a kamerába. Jaj, de finom, ez. Azt hozzá kellett tenni, hogy anyu kérdezi. Jaj, de finom, igen. Kólát egyébként. Kólát egyébként, én minden mennyiségben. Csaba, biztos, Csaba. Igen. Vitorkám, akkor légy szíves. Most nem kérdezés, akkor ezzel van ehhez a dolog. Jaj, ezt nézd meg, ez el van ájulva itt, hogy vakarom. Itt tudod, hogy szoktam, Rózsika? Itt sóljába teszem őket, így. Jaj, de te most nem kell ezt, Aliszka, most menj innen egy kicsit. Hát gyere, kézi, ide, 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 ide
Gyere, jaj, Istenem, nézd oda. Lábát is aramdálják néha. Jaj, de finom. Nagyon finom. Nagyon finom, nagyon finom. Egy halom-halom kutya, mi? Egy halom-halom kutya, ez nagyon jó. Nem meleg, nem. Hát, na. Aliszka, de most húzzál innen el, mert van. Csak oda. Hú, nézd csak, mi van ott. Oda, oda. Megy is saládem. Te is. Te nem. Te is menj oda. Mondj. Nem bele az óra. Na, legkisebb az. Kis rózsaszín nyelvünk. Betömik az egészet. Maradj csendben, ha akkor hallatszik, hogy csámcsognak. Ja, de tényleg. Ez a bal oldal, hogy kilegelt a fél tányért egyébként, azt belefúrta magát rendesen a kajába. Azt szokta a tapancsait belerakni. De most módon van. Hogy eltávolodott a táj? Tudom, hogy átrafele megy. Nem így lenyelj a pofájukat. Le kell mosdatni. Az még mindig. Hát te miért vakarozol annyit? Miért nem eszel? Az a pincurka. Ez a legkisebb, az olyan... Aliz is eszik egy kicsit. Mi van, Aliz? Eltakartod a kilátást, fújt fel. Így gyere. Ő is eszik. Egy Opa. Na, menj ide most egy kicsit. Ebből a segge a kamerába. Így van. Te ne van a tányérba.
Lici meg ott az anyját akarja csapra verni, de valahogy nem sikerült. Ez az Alice-nak is íze. Igen. Na most neked mi bajod van? Na. Nincs van? Nincs, hát tejben víz nincs. Tej van, mert most tej mindig van. Majd főzünk akkor. Jó van, na. Hát gyerekek, lehet bakalódni. Hát Aliszkám nem sokat kell mosogatni utána. Ez megy mindegyiket panaszkodni valamit. Tényleg. Szerintem most pisil. Jó, az pisil. Hm. Vagy annál még jobbat is. Ez kaki lesz. Ez kaki, igen. Alice, nézd csak. Nem. Mit csinált a pici? Na, ez nem... Mit bírom magam szurikkal? Igen, a babával dolgozik. Na, méla lett a csend. Méla lett a csend. Ez itt előtte. Szevasz. Azokat nézd, hogy mit csinálsz. Ja. Mindjárt amint azt mondja, rendet csinálja. A gyerek valóban becsúszik. Hova szandázol? Fél órákat képes minden ember elnézni őket. Hova szandázolt? Hova szandázolt te, bici mackó? Hova? Ez úgy néz ki, mint a mosómaci. Beszélj hozzá egy kicsit, hogy nincsen több? Alice, nincs több. Nincs. Nincs. Kész. Hol lejutod az első lába, vagy hátra lejutod? Ez a legvicsajosabb egyébként, ez a... Zsenve. Nem ő a legvicsősebb? Most hogy legyen? Elaludt? Hát te. Hát ebb lesz, nem. Hát vagy köléd. Hát valszik tovább majd. Ja. Tedd a lábára, egyből tudja, hogy merre van a jó Isten. Hanyat esik és valszik is tovább. Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj? Hát akkor rád. Ott akar bújni. Ott alszik.
Na. Aliz nagyot produkáltál, na. Büszke mama. Na, szedj a hátalmat. Büszke kis. Gyere, húzzad. Úgy beállt a kamera elé. Kérdőd, milyen erőfeszítésbe kerül azt? Nem nehéz ám az a labda. Neki nehéz. Hát, nem neked, neki nehéz. Hát számold az ő súlyát. Hagyja lakit. Na, Milla lett a csend. Milla lett a csend. Mikor? November 14-en. Akkor születtek? Igen. Hát már több négy egy hónaposok akkor. Csütörtökön múltott. Csütörtökön voltak 4 hetesek. Négy hét, három nap. Így néz ki egy fehér ruszkál csapat. Törpébe. Törpék között is a legtörpébb. Ez az. Na, hát későn érkeztünk, látod. Későn értünk mi ide. Későn értünk mi ide. Későn értünk mi ide. Aliznak nem megy. Igen, későn értünk mi ide. Egy kis nedvességet szipolyózik. Aliz olyan kis bozontos. Hát nem baj, szép ő így. Gyere csak onnan el, Aliz. Aliz. Nem láttanak tőled a kölyköt. Gyere onnan el. Gyere ide. Úgy. Úgy. Így. Hát ott kaja van. Úgy. Na, Viktor. Na, kérem szépen. Hajnal van. Dátum szerint ilyen korai 7 óra 18 perc 22-én decemberben. Hát ez látszik is. Kint vagyunk a különböző téglarakatok meg mi egyebek mellett a budaörsi építkezésnél, és hát most lemegyünk és megnézzük, hogy mire jutottak az építkezéssel az építők, hogy a fázis megörököljön. Hát a kamerát most leállítom, mert leballagok egészen az a kis házhoz, és onnan fogom megcsinálni a következő snittet. No, lássuk tovább majd lentről. Hogy ott fönt áldogál az autó, itt lejöttem ezen a kis, gondolom a kivitelezők által kiépített kis ilyen lépcsőszerűségen. Itt a különböző téglahalmok, ezek a bontott téglák, itt már vasak vannak a különböző alaptestépítésekhez, és fölülről az alaptest most így néz ki. Tehát gyakorlatilag, ha a felszálló vasakat én jól értelmezem, azok az oszlopoknak a vasalása lesz, és gyakorlatilag az alaptest most így áll. Gyakorlatban, illetve távolságban a fal bontástól
kb. Egy olyan 2,5 méterre, 2 méterre ér véget a háznak az alaptestje. Itt most már rengeteg tégla van fölhalmozva középre, ami az oldalfalak építéséhez fog majd szolgálni. Hát úgy néz ki, hogy haladtak becsülettel a kivitelezők. Hát, hogy a mai havazás mi a fenét fog eredményezni a további építésnél, nem tudom. Félek, hogy nem igen fogják tudni tovább csinálni. Na, még egy szinten lejjebb megyek. A csúszda nyilvánvalóan a tégla leküldésére szolgált, meg egyéb anyag leküldésére. Az alaptest az pedig ilyen szépen csendesen áldogál, és az első szigetelés védő fal darabkák, azok imit amott már elkészültek. Áldogálnak a oszlopoknak a vasai az alaptestből kifele. Ez így van. Hát most ez szépen le van nejlonnal takarva, hál' Istennek erre gondoltak a kivitelezők, tehát úgy néz ki, hogy elég gondosan csinálják a dolgokat. Itt a szigetelés védelem elég jónak tűnik, bízom benne, hogy ez teljesen körbefutó, teljes szigetelés. Hát itt a sarkon lehet látni a fölálló lapokat, bízom benne, hogy ez teljesen körbe-körbe végig fut. Hát itt a falbontástól, vagy illetve a föld lebontástól alig 1 méteres távolság maradt. Hát ez nem kevés, illetőleg hát nem sok. Ide mindenféleképpen valami támfalas védelmet kell csinálni, hiszen ezt a támfalat itt hátul megspórolni alig-alig érzem, nem tudom. No, hát akkor most már ennyi. A távolság, illetve a panoráma innen ennyi, a házikó még itt áll, és a hó szép csendesen puldogál. Úgyhogy most már alakulgat a házikó, és hát egyelőre a következő felvétel ennyi, majd össze kell másolni az összes többi korábban készült el együtt. Hát ami lefele illeti a dolgot, hát az meglehetősen sivár, kis fenyő még bírja magát, a fák itt teljesen lepusztítva, de hát majd csak valahogy ez is ki fog alakulni szépé, jóvá. Mivel most már egyre jobban esik a hó, meg a kezem is megfagyott, akkor mai napra utolsó ránézés az egészre egy így áldogáló építkezéssel. Hát akkor homály, és szépen eltűnünk innen. Hát a karácsonyi asztal, és az gyülekező ifjúság. Na most gyert, álljod a Katalcila mellé. Na. Ne hülyeskedj. Bár egy picit, mert majd én is megcsinálom rólatok a felvételt. Csak egy pillanatra várja. Hát szóval vasárra felkészülünk. És ő lesz. Nem ég a gyertya, hagyj gyújtsam meg. Miért gyertya? Légy szíves, hagyj gyújtsam meg. Égnek a gyertya. Nem, még egy van. Hagyj gyújtsam meg, addig is kapcsolt ki. Jó, mert? Szóval meggyulladt az utolsó gyertya is. Hát aztán majd ajándékoztás után, amit még szándékosan nem vettünk, még nem vettünk, majd folytatjuk tovább. Az előbb nem villogott. Tessék, mindenki saját kis fanálkájával tegyen rá, amit. Hát én bőrém, de. Tálalva, jó étvágyat kívánva. Jó étvágyat kívánva. A te köhögésed az már... Boldog karácsony. Boldog karácsony, de aztán később mondjuk, jó? Újra.
lehet majd addig rávára tesszük a gépet is, hogy azért... Na most ezt gyorsan megesszük, és aztán utána lesz fagyújtás. Mi az a fagyújtás? Amikor felgyújtjuk az egész házat, meg a fát. Nem? Legyek. Jó étvágyat! Sorba-sorba, mindenkié, majd mindjárt szétosztjuk. És most már csillog-villog a karácsonyfa, és hamarosan jönnek a gyerekek. Hát Csaba, vesz kölgyel, nem egyet sem. Hát ez van. Nos. Lassan mindenki megérkezik. Boldog karácsony kívánok! Jaj, de gyönyörű! A hanggal is! Hát ez csodálatos, ez a karácsony. Méretelt fény! Mennyi sok gyönyörű minden van itt alatta. Hát ez csodálatos. No, hát akkor kizenét, ha lehet. De már le is vettem. Hát mert nem értem. És miért? És így, ahogy van, amit látsz benne. Csak egyszerűen, ne nyújj semmihez, csak vegyél, amit látsz benne.
neked is. Nagyon jó. No, tulajdonképpen a... Én is te így, nyugodtan. Na, akkor ezt viheted. Ne, nem kell kidobni. Csak oldalt tegyétek le, legyetek szívesek. Hát egyebekben... Ahhoz bármikor kell. A romhalmaz az tulajdonképpen itt úgy elkészült. Aztán az asztalon is, mit amott. Gyertya leégett, itt gyert. Is van. Mindjárt hátom mögött. És hát ez tulajdonképpen a főgépezet. Hát lehet vele barátkozni, főleg amit most tud. Most ez magyarról azzal. Fordítja, vagy csak angol? Csak angol. Csak angol. Meg német. Először a németre. Itt van ő. Bontott pörgő is. Néhány egyéb más. Ezekben hazánk étkészlete. Papírok elmondva. Itt egy halom papír. Ez már elmúlt. Most te is fogsz tanulni? Igen. Biztos? Meg kell tanulni. Muszáj megtanulni. Alapokra minimum. Tudjam neked mondani, hogy szeretlek. Németül? Ich liebe dich. Jó. Rozsika, szóval biztos, hogy benne, hogy egész a kezdőtől, igen, haladóig a és tovább. Sorozat. Megvan a kezdő. Megszülem. Nekem messze van a fülem. Hát de kell állítani. Hát, bontogatunk. Másra, csak arra. És lassan véget értünk a mai napnak, hát hiszen mennyi az idő? Mennyi is az idő? Hát már 11 óra elmúlt. Úgyhogy én úgy gondolom legjobb lesz, hogyha most már hamarosan fogjuk magunkat, aztán elmegyünk alukálni. Ezt is fekve kell csinálni, tehát fekszel. Úgyhogy ja. Jó éjszakát. Pont a pont azért jelent.
kommentár nélkül körbenézünk a szobába, hiszen kezdetét veszi a szilveszter. A tévé ugyan megy, hal nélkül, mert itt levettem. Valamennyire feldíszült egy picit a szoba. Itt még kincstári rend uralkodik. A magnó bevetése kész. A falak még nincsenek lehángva. Remélem nem is lesznek. Szellőztetünk, mert friss az idő. Így. És itt lám, lopó még üres, mert nem hoztam be, adunk neki egy kis fényt jobbat. Lopó még üres, nem hoztam be a bort, poharak fölkészülve. Hát itt még egy kis épülő, szépülő hely, ez már mintha ismerős lenne. Itt a villogó-csillogó fácskánk. Itt még rezerv italok sokasága. Nézzünk bele a programajánlatba, úgyse fogjuk valószínűleg nézni. Hát, fekvőrendőr. Itt volt esem. Szegény padlót fogott, nagyon leeresztett, úgyhogy kiment a Mátyás templom elé leült kordul. Alig ült le, egy kés nyomtak a torkára. Haver, a helyünkön ülsz, lekopni. Erre azt mondta, már pedig ő itt fog koldulni a hatigén is, hát. Na, majd meglátjuk. Itt. Ez a színünk. Piros, fehér, zöld. Egy kis sajt, egy kis hús, egy kis sós. Tányérok már ide. Itt is van némi-némi lampion helyett, szerpentén, szépen így feldíszítve, ajándékok most már egy kicsit jobban összerakva. Most elmegyünk, és megnézzük, hogy hogy visít Rózsa. Rózsa szívem, jöhetek a kamerával, drágaságom? Mert hogy megy? Nem? Akkor ne nézzék ki, mert most szépen fölvesz a kamera, így nagyon keresztül. Nem, most én küldök most. Így van, mert te még küldök. Alig van meleg. Biztos Isten egyébként kiküldötte a félvilág. Hát szerintem. Na jó van. Mindjárt nézd van. Jó van, gyere édesem. Meg vagy örök itt, de majd fogod látni magadat. Majd meglátod. Hát itt most még sötét van. Még... egyelőre, de hát várakozó álláspont, óriási rend. Még valamit kint megmutatok, hogy azért van itt némi tartalék. Hát itt el végig szaladtunk a szobán. De azt mondja, hogy ehhez kell egy kis lámpát gyújtsak. Azt mondja, hogy borocskák mennyisége, bájdi, üdítők itt, üdítők ott, és még egy ládika. Körike, mint egy Hofbräu HB, remélem látszott, ez itt le van takarva, hogy ne lássák. No, hát akkor egyelőre így, és akkor ahol most elindítottuk, ott be is fejezzük. Úgy. És folyt köv, mikor megjönnek a többiek. Köszönjük! Hát kérem szépen, bevonulás induló, semmi, egy darab se! Egy darab se? Azért! Jó napot! Jó napot! Na jöjjön be, mert magától nem látjuk a többieket, akik szintén jönnek. Hát ez az. Bujék! Szia! Szevasz! Jaj, de szép vagy! Szia! Én még nem vagyok kész. Nem baj. Képzeld el, nincs kész. Nincs kész. Na, szevasztok. Sziasztok. Bújjon elő mindenki, aki akar. Ha még
Ha még nem gondoltátok meg magatokat szilveszter ügybe, a most már visszavonhatatlanul a tiétek vagyunk. Na hát akkor bujék először, bujék másodszor, bujék harmadszor, mindenki mehet aludni. Na jó, tehát ezek szerint ő is hazatalált végre valahára. Mármint, hogy most már megnyugodott. A zene jó, nem rossz. Itt egyébként bevonultak az italok is, fogytak is belőle. A lopó telve, borocskával. Itt van a ökelme, itt van ökelme, ökelme és ökelme. Létezhet, hogy te adtad ki azt? Most már szemben. Most egyelőre mindenki meg. Na de ha többször megfordultál ott, akkor biztos... Hát háromszor voltam, ez nem a nyugati oldal, a túloldalon van. Szemben a nyugatitól, és egy kicsit erre felé a... Béke szállóval sem. Bocsánat. Milyen Dezsefi utca? Bocsánat. Nem, Dezsefi vagy. Tandi, gyümölcskenyér, Mineta, hap, csók. Aztán mi van abban a hátsó tábban? Francia saláta és a fogása, új érkezések, alakul, éhen nem fog pusztulni, van egy olyan sanda gyanú. Volt a statisztikai évkönyv, amit a Volán adott ki. Ez százas, 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 ez száz